A szennyvíztisztító telep munkálatai még 2011 novemberében kezdődtek. A több mint 1 milliárdos beruházást uniós forrásból finanszírozták. Az elavult berendezéseket lebontották vagy felújították. Ezen kívül megépítették ezt a biológiai levegőztető medencét is, ami sokkal korszerűbb technikával rendelkezik, mint a korábbi. Könnyebben üzemeltethetővé vált ezáltal a telep, és a tisztítási hatásfoka, a szennyezőanyag eltávolítás pedig jelentősen javult. Ennek a fejlesztésnek az eredményeképpen például 17,5 tonnával kevesebb nitrogén szennyező jut a kifolyóba, konkrétan az átalérbe. A melléktermékeket, mint a darabos szennyeződések, homok, zsír vagy olajok leválasztják és elszállítják. A megtisztított szennyvizet pedig az átalérbe vezetik. A próbaüzem eredményei annyira jók szerencsére, hogy a hatóság attól is eltekint, hogy ezt a vizet fertőtlenítsük mielőtt az átalérbe, mint élő vízbe kerül. A Tatán összegyűjtött szennyvizeken túl Baj és Agostyán szennyvizét is fogadja a telep. A vízmű célja, hogy kevesebb növényi tápanyag kerüljön az élő vízbe, valamint hogy a megtisztított szennyvíz minden környezetvédelmi előírásnak megfeleljen.